125 évvel ezelőtt, június 17-én leplezték le a Miskolci Népkertben Erzsébet királyné szobrát. Az évforduló alkalmából ismét megemlékeznek az egykori uralkodóra, ugyanis egy baráti társaság elhatározta, hogy felújítja Sziszi királyné szobrát. Az emléknap programjáról tartottak sajtótájékoztatót a Népkerti Vigadóban az esemény szervezői. Már zajlanak az előkészületek a Népkertben álló Sziszi szobornál, ugyanis hétfőn avatják fel az Erzsébet királynéről elnevezett Sziszi sétányt. A június 17-i eseményről tartott sajtótájékoztatót Barkóczi István, Jakab Mátyás András és Reimann Zoltán. 125 évvel ezelőtt ekkor avatták fel ezt a népkerti szobrot. Első város volt Magyarországon, Miskolc, amely emléket állította királynénak. Azért mondom, hogy város, mert ugye a települések között nem, hiszen egy Nyírád nevű település elvileg megelőzött minket pár héttel, nem elvileg, gyakorlatilag is. Az eseményhez a Herman Ottó Múzeum is csatlakozott, hiszen itt található meg az eredeti Strób Alajos által készített alkotás, ugyanis a népkertben álló szobor csupán az egyik hiteles másolata. Itt a kiállításban fogunk Barkóczi Ákos kollégámmal ketten tartani egy tudományos ismeretterjesztő előadást. Ebben fogunk beszélni a 19. század végi 20. század elején Miskolcról, illetve arról, hogy Erzsébet királyné ábrázolása hogyan jelenik meg magyar képzőművészetben, azonban is elsősorban a szobrászatban. Az alkalomhoz kapcsolódva a Népkerti Vigadó munkatársai is különlegességekkel készülnek majd. Az étlapon olyan korhű különlegességek is meg fognak jelenni, mint az Eszterházi rostélyos, a bécsi szelet, a császármorzsa vagy a bohém szelet. Séfúrakkal egyeztetve mi is szeretnénk valahogy ehhez hozzájárulni, és az az ötlet pattant ki a fejünkből, hogy akkor ezeknek a akkori ízeknek az osztrák-magyarja, ha mondhatom így, hogy merítsünk ihletet. Erzsébet királyné szobrának felújítását és a Sziszi sétány létrehozását Barkóczi István és baráti társasága határozta el. Gyerekkoromtól a kedvenc helyem a Népkert. Ugye a Népkert történetét folyamatosan tanulmányoztam, és a Sziszi szobrot is néztem. És miután rájöttem, hogy a Népkertnek egyetlen tartós szobra van itt, ez pedig a Erzsébet királyné, a Sziszi, akkor úgy gondoltam, hogy méltánytalan, hogy nem foglalkozunk eléggé, nem tesszük az életünk középpontjává itt Miskolci Parkban ezt a Sziszi szobrot. Barkóczi István kiemelte, az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A program a Herman Ottó Múzeumban kezdődik, ezt követően avatják fel a Sziszi sétányt, majd Erzsébet királyné szobránál állítanak emléktáblát.